A 940 éves Mogyoródon a 20. Szent László ünnepi hetet tartották 2014. június 21. és 29. között. A Mogyoródi csatára emlékező eseménysorozat csütörtökig programján a Mesterségek napját rendezték a faluházban, ahol kézműves foglalkozások keretében ismerkedhettek meg a kilátogatók az agyagolás, batikolás, hímzés, szövésfonás és az üvegfestés művészetével. A csütörtöki nap kezdetektől, tehát a 20. Szent László hetet éljük most, a kezdetektől a falu nap program. Ennek a célja, hogy bemutassuk a faluházat, a gyerekek, idősek, öregek, fiatalok, mindenki itt részt vesz. Kézműves foglalkozás van, kürtös kalácsütés, ami Mogyoródon egy kuriózum, mert nagyon régóta csinálják az asszonyok, és ahogy a házban is látható, beülnek idős asszonyok, itt slingölni szoktak, történeteket mesélnek, hát mikor mit, ez minden évben változik, de kimondottan a cél az, hogy bemutassuk a faluházat, ahová a falu adta össze az összes berendezési tárgyat. Itt minden tárgynak megvan a tulajdonosa, a mai napig számon tartják, hogy ki mit adott és kié volt. Hogyan kezelik itt a hagyományőrzést Mogyoródon? Hát azt gondolom, hogy nagyon kiemelten kezeljük. Civil szervezetek őrzik most már, mindenre megalakult. Például itt a faluháznak a gondozását a nőegylet végzi. Itt néhány taggal, akik ilyen kilátós pólóban vannak, ők azok. A nyugdíjas klub egy másfajta hagyományt, nagyon sok mindent. Hát az egyház rengeteg hagyományt az asszonyokkal, ugye az ostyasütés, a betlehemes, a bölcsőske, és hát mi is próbáljuk ezeket, nem mondom azt, hogy mesterségesen fenntartani, de föltétlenül életben tartani, gondozni, és támogatással segíteni, hogy ezek megmaradjanak. És azt gondolom, hogy ez a Szent László hét ennek az egyik megőrzője, 20 éve, és minden tematikus nap erre irányul. A gyermekek a kézműves foglalkozások széles palettájából választhattak maguknak programot. A Mesterségek napján sok mindent lehet itt kipróbálni. Te éppen mit próbálsz most ki? Most egy pólót batikoltam, de lehet még kendőt, meg sálat is. Próbáltál már ilyet korábban is? Igen, csak más színekkel. És mi az, ami még tetszik neked itt a Mesterségek napján? Miket próbáltál ki? Hát ezen kívül egy dolgot csináltam, karkötőt csináltam, ilyen gyöngykarkötőt, és az nagyon tetszett. Az ifjú kézműves csemeték munkáját tapasztalt mesterek segítették. A batikolás rejtelmeiről Horvátné Pécsi Ágnessel, míg a gyöngyfa készítésről Gulácsi Judittal beszélgettünk. Hát az a lényeg, hogy természetes anyagokat lehet megfesteni, sima ruhafestékkel, csomózásos, vagy pedig, amit mi csinálunk, spárgával, kötözéses technikákkal. És hát ott száradnak a mintadarabok, illetve az előbb mutattuk a kislány pólóját. Nagyon ügyesek, most idén két színnel variálunk, pirossal, zölddel, és ami marad, az fehér. Úgyhogy ez ilyen nemzeti színű dolog lesz. De hogy lehet ezt elkészíteni? Azt látjuk, hogy kell hozzá egy póló, de mi minden? Mi színezi meg a vizet? Ami... Ruhafesték, sima ruhafesték. Mennyi ideig kell ebbe áztatni? Nem sokáig. Megfőzzük a ruhafestéket, azt előtte délőtt elkészítjük, hogy kihűljön, mire jönnek a gyerekek, és akkor bemártják, nagyon gyorsan kész van. Utána, ha levasalják, akkor ez maradandó. Mennyire sikerült a gyerekek kedvébe járni? Hát én úgy vettem észre, hogy igen. Egész két órától egész mostanáig folyamatosan ültek nálunk gyerekek, úgyhogy úgy vettük észre, hogy szerették, élvezték. Milyen a kézügyessége a gyerekeknek? Változó. Vannak nagyon ügyes gyerekek, vannak kevésbé ügyesek, de azt gondolom, hogy a lelkesedés a legfontosabb. És egy ilyen alkalommal el is tudják sajátítani a gyöngyfa készítést? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát igyekszünk mindig
olyan dolgokat választani, amit könnyen meg lehet jegyezni, hogy legyen sikerélményük, és a különböző korosztályok, kisebbek, nagyobbak együtt élvezni tudják. Szerintem ez a mai, ez ilyen volt. És aki eljön és készít valamit, azt hazaviheti? Természetesen, hát igazából így jelent, azt gondolom, örömet, hogyha a saját munkájával otthon meglop tudja lepni, vagy meg tudja mutatni a családnak, anyunak, apunak, hogy mit készített. A kézműves foglalkozások mellett további programok várták a kicsiket. Te mivel színesítetted a mai délutánt? Hát sokat énekeltem, szerintem ezzel szebbé tettem, szerintem. És miket énekeltél? Énekeltem a Keresztes Hadaknak Daliás vezére, énekeltem még a Elindultam szép hazám volt, és most szeretném még a Cickom. Sokatokon meghívlak 2014 pólóban. Miért kaptátok ezt a pólót, és mi minden van ezen? Hát az oratóriumban kaptuk, a itteni oratóriumon, és azt jelképezi, hogy meghívlak egy közösségbe, ahol sokat játszunk, kirándulunk. Azt mond nekem, hogy ki szoktál-e minden évben jönni erre a Mesterségek napjára, amit a Mogyoródi Napok keretében szerveznek, és szeretsz-e ide járni? Nagyon, nagyon szeretek ide járni. És mi az, ami itt tetszik neked? Hát, a közösség is, hogy olyan barátiasak. Herman Katalin, a Mogyoródi Művelődési Ház igazgatója külön hangsúlyozta, hogy a rendezvényt helyi mesterek bevonásával bonyolították le. Mi mindig magyaródiakkal készítjük a dolgainkat, mert van, akit nagyon tehetséges óvónénik, tanárnénik, tanítónénik, civil szervezetekből egy-egy képviselő, és hát mi ezt igyekszünk úgy megoldani, hogy minél takarékosabb legyen egy ilyen rendezvény. A sok kis kézműves munkák mellett nagyon finom illatok vannak, mert mi készült itt? Hát itt a hagyományos kürtős kalácsütés, ami a kézműves napnak a csúcsa, a fénypontja. Már a gyerekek kétszer-háromszor ettek is belőle, tehát ez nagyon-nagyon attraktív mindenkinek. És a nőklub pedig ebbe a csodálatosan szép kemencébe sütötte a finom pogácsát, frissen sült pogácsákkal kínálták a gyerekeket. És ami még nagyon fontos, hogy nem csak kézműveskedéssel foglalkoznak itt a gyerekek, hanem énekelnek, verselnek, táncolnak. Tehát itt ilyen népi játékok is láthatók, tehát a kézművességet itt összekötjük a verseléssel, énekléssel. Vannak gyerekek, akik jobban szeretnek énekelni, jobban, akik kézműveskedni, tehát hogy mindenki találja meg a neki való, a neki kedvére való tevékenységet. Cickom, cickom, vagyon e szép lányom, vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon, add nekem azt, elkapom azt, szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. Száj kicsi dallam, édesanyámhoz, májusi szellő orgonákhoz. Életem termőfája bárhol élnék, vándorfecskék könnyű szárnyán hozzátérnék. A több mint 250 vendéget fogadó Mesterségek napja ismét nagy sikert aratott a Szent László hét rendezvényen Mogyoródon. Nekünk elsősorban, ahogy itt most is látjuk, az a célunk, hogy megőrizzük a hagyományainkat, életben tartsuk a civil szervezeteket, amire külön ilyen pályázati rendszert is annó kidolgoztunk, tehát pályázat útján pénzekhez juttak, működéshez, vagy esetleges valamilyen program megvalósításához. Nagyon fontos számunkra, hogy a generációk átadják egymásnak azokat az ismereteket, tudást, ami talán már elveszne, és én azt gondolom, hogy sikerül is ezt elérnünk.